A tavasz közepének nagyon sok kis állattal futottunk neki itt a budapesti állatkertben, és hát ezek közül az egyik izgalmas faj az az ázsiai vadkutya. Ez egy ritkuló veszélyeztetett faj, és ezért is nagy öröm számunkra, hogy hát nem csak bemutathatjuk a közönségnek, hanem rendszeresen szaporodnak is. 2008 óta foglalkozunk ezekkel a vadkutyákkal, és 2009-ben születtek meg az első kölykök, és azóta hát rendszeresen megörvendeztetnek bennünket újabb apróságokkal. Az idei évben most 11 kölyök cseperedik, akik közül a legidősebb három, ők még február második felében, a másik két alom pedig március 8-án, illetve 14-én 4-4 kölyökkel jöttek a világra és cseperednek azóta is. Ugye a három alom az azt jelenti, hogy három anyukától vannak, az apuka az minden esetben ugyanez egy Janó nevű fiatal hím, aki a tavaly évben érkezett a Novoszibirszki állatkertbe. A legidősebb anyuka a Dorka, és a másik két anyuka pedig az ő lányai, akik már felnőtt korúak. Tehát tulajdonképpen Dorka most az idei tavasszal egyszerre lett újonnan háromszoros anya, és egyúttal még 8 unokája is született. Amióta vadkutyákkal, ezzel a fajjal foglalkozunk, illetve szaporodnak is rendszeresen, hát azóta több mint 50 kölyök született itt a budapesti állatkertben, ezt a mostani 11-et is beleszámolva. Mivel a csapat mostani létszám az 17 egyed, ebből ki lehet számolni, hogy a korábban itt születettek közül, akik már fölcseperedtek, azok már nincsenek itt, elkerültek másik állatkertekbe. Persze mi mindig mondjuk, hogy a veszélyeztetett fajok szaporítása természetvédelmi szempontból milyen fontos, és hát a vadkutya meg ilyen veszélyeztetett fajnak számít, de ugye azért is öröm a kicsik megszületése, mert nagyon aranyosak. Az ázsiai vadkutya elnevezés arra is utal, hogy ugye egyrészt a kutya félék családjába tartozik, és hát mivel vörös a színe, ezért nagyon sok látogatónk, aki nem járatos ebbe annyira, így elsőre hajlamos azt mondani, hogy hát vörös, meg a kutyaszerű, akkor biztos, hogy róka. A helyzet az, hogy azért ha jobban megnézik őket, akkor nagyobb termetűek, erőteljesebbek is a Magyarországon honos rókáknál, és ők mivel falkában vadásznak, valójában nagyon komoly vadászok, úgyhogy az őshazájukban akár a tigris elől is el tudják enni a táplálékát, ami azt jelenti, hogy hát a vadságuk az persze elsősorban abban nyilvánul meg, hogy nem háziasítottak.